Most pedig Gazdag Attilán szeretne még mondani pár szót. Ahogy a polgármester úr is mondta, így van, tehát itt nagy összefogás, ez az épület, amit itt lehet látni mellettünk, amit hamarosan elvágjuk a szallagot, és innentől kezdve látogatható lesz bárki számára, nem mint hogyha eddig nem lehetett volna. De tehát ez egy zöld épület, mi így hívjuk. Ami itt látszik, rengeteg hulladék van beépítve, amit mások szemétnek véltek, mi ebből egy csodálatos obszervatóriumot építettünk, úgy gondolom, és erről majd mindenki győződjön meg. Az alsó szinten van egy jelenléti, és szeretném, ha mindenki aláírná, aki itt volt jelen, hogy tanúbizonyságot tév az utókor amatőr csillagászainak, akik reméljük követik ezt az obszervatóriumot, és folyamatosan mindig azon molyodunk, hogy lesz-e, aki ezt majd 2081-ben lehúzza a tetőt, és megnézi a napfeledkozást, hát bízunk benne, hogy lesz. Úgyhogy mindenki írja alá azt a jelenléti papírt, és tiszteljen meg azzal minket, hogy itt járt, és aláírja. És ez a papír ki lesz rakva az obszervatórium falára. És még itt szeretném mindenkinek megköszönni még egyszer, hogy ez ide eljutottunk. Többek között a családunknak is, tehát az egyesület családtagjainak, hogy elviselték azokat a pillanatokat, mikor nem rájuk szenteltük, hanem itt éppen betonoztunk, meg ilyenek, tehát hogy folyamatosan dolgoztunk. És hát köszönöm mindenkinek, köszönöm az egyesületnek a fáradtságos munkát, hogy mindig, mikor megszerveztük, akkor kijöttek lelkesen, és akár, ha nem, tehát itt rengeteg szakmát közben kitanultunk, betonoztunk, falasztunk, hegesztettünk mindenféle, tehát igazándiból egyikünknek se ez a szakmája, de hát kénytelenek voltunk, hogy a kis pénzből, az adó 1%-okból, amit még egyszer köszönök mindenkinek, aki ránk gondolt, felajánlotta, és ebbe ezt a nagyszerű építményt tudtuk létrehozni, és hát még ugye ott a műszer, ami egy fantasztikus, és remélem nagyon sokan bele tudnak majd nézni tiszta időbe, és mindenki azt mondja, hogy húha, ez tényleg szép. Hát köszönöm szépen, és akkor eljött az a pillanat hamarosan, úgy vélem, igaz? Táncosok, nem tudom, ebben az időben szeretnének-e táncolni. Biztos látványos lenne, tehát az eső tánc, de rájuk van bízva a döntés. Tehát nagyon szívesen megnézzük később, hát ha az időjárás kegyes lesz hozzánk, és elvonulnak a felhők, vagy hát legalábbis az eső nem lesz, szóval a táncosok. Nem van. Táncosok? Ja, nem tudnak kérni, mert nincs ábrázolva a szallag, tehát probléma lépett fel, tehát először el kell vágnunk a szallagot, hogy a benereket táncosokat kimentjük az épületbe. Hát akkor ez az a pillanat, akkor